Cukor Adolf Filmfesztivál. Augusztus közepén várják a mozgókép rajongóit Máté Szalkán. Repülni kell. Határmenti légi együttműködés indult Magyarország, Románia, Ukrajna és Szlovákia között. Baby boom az antilopoknál. Olyan nagy a szaporulat, hogy az elefántokkal kellett társbérletbe költözniük. A közönség sohasem téved, ez volt az egyik jelmondata a magyar származású, világhírű filmproducernek, Cukor Adolfnak. Az emléke előtt tisztelegve szervezik meg az első Cukor Adolf Nemzetközi Filmfesztivált. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió iradója. A filmfesztiválra minden várakozást felülmúló számban érkezett alkotás a világ minden részéből. A legfontosabb elismerés a közönség díj lesz, igazodva a névadó jelmondatához. A fesztivált augusztus 12-e és 14-e között rendezik meg Máté Szalkán. Cukor Adolf 1873-ban született Ricsén. 16 évesen vándorolt New Yorkba, ahol ötleteivel és üzleti befektetéseivel gyakorlatilag megalapozta Hollywood ismertségét és jelentőségét. Ő alapította meg a Paramount filmvállalatot, tevékenysége előtt az egész filmes világ tiszteleg. Ennek ellenére eddig nem volt a nevét viselő filmfesztivál. Ezt a fesztivált egy embernek az emléke kapcsán hoztuk létre, aki szerintem egy igen fényes csillag a filmezés égboltján, úgyhogy ennek megfelelően igyekszünk a fényvárosához megfelelően passzoló, fényes és mutatós fesztivált felmutatni. Igyekeztünk olyan esztétikai lehetőséget kihasználni, ami ezt minél jobban megtámogatja. Igyekeztünk a zsűrit úgy támogatni, hogy olyan alkotások érkezzenek erre a fesztiválra, ami méltán büszke lesz rá, nem csak a város, hanem maga a fesztivál szervezősége, mindenki, aki minket támogat. A Cukor Adolf Nemzetközi Filmfesztivált beharangozó sajtótájékoztatón elhangzott, a világ minden tájáról érkeztek alkotások, amelyek versengenek majd a díjakért. Ez a fesztivál ez nagyon-nagyon különleges lesz, hiszen mint a fesztivál nemzetközi igazgatójától, Bokor Balázstól megtudtuk, hogy nem csak magyar, hanem külföldi vendégek is fognak érkezni, és ezek a külföldi vendégek, hát bízunk benne, hogy emelni fogják a fesztiválnak a színvonalát, és hát az emberek egyáltalán magára a filmre, a filmkészítésre, hogy ez az egész hogyan zajlik, erre nagyon kíváncsiak lesznek, ezzel kapcsolatosan lesznek kerekasztal beszélgetések, ahol szakemberek, meghívott szakemberek fogják elmondani, hogy a filmek azért nem úgy készülnek, hogy csak úgy fölveszik őket, hanem ott nagyon komoly utómunkálatok vannak, valamint hát arról is szó fog esni, hogy a jövőben ezek a filmek, ezek vajon hogyan is fognak kinézni, ugye ezeket a forgatókönyv dönti el, és hát ahogy szintén szó esett róla, el fog jönni Rád úgy György, a Nemzeti Film Archívumnak a vezérigazgatója is. Ő is el fogja mondani, hogy hogyan mentjük meg most mi magyarok a filmjeinket, és hogyan próbáljuk az utókor számára ezeket a filmeket egyáltalán megtartani. Valamint lesznek már elkészült magyar filmek, azokkal kapcsolatban is lesznek kerekasztal beszélgetések, a témáját illetően, a film témáját illetően. Tehát nagyon érdekes lesz ez az egész hétvége, amit augusztus 12 és 14 között fogunk látni. Máté Szalka polgármester azt mondta, minden várakozásokat felülmúlta a fesztivál iránti szakmai érdeklődés. Meghatároztunk célokat, hogy milyen részvételt szeretnénk, hány országból lenne jó, ha pályázatok érkeznek. Ehhez képest azt kell, hogy mondjam, hogy a középtávú 4-5 éves tervünk az első évben teljesült. Ez minden várakozásunkat felülmúlja. És én pedig polgármesterként nagyon büszke vagyok arra, amikor itt vitatkoznak már mellettem a szakemberek, hogy a 3 napban hány olyan nemzetközi szinten is kimagasló alkotást lehessen bemutatni, hogy a nézőközönség minél több ilyen gyöngyszemet meg tudjon tekinteni, hiszen a egyik legfontosabb szakmai díj, ugye Cukor Adolfnak volt a híres mondása az, hogy a közönség soha nem téved, a közönség díj lesz. Tehát ebben is különleges ez a filmfesztivál. Mi Máté Szalkán egyébként minden döntésünket úgy hozzuk, hogy a lakossággal szorosan együttműködve, na most a filmrajongókkal szeretnénk együttműködni abban, hogy a számukra legjobb filmet válasszák ki,
és ez a nemzetközi filmfesztivál egyik legfontosabb díjazottja legyen. A beérkezett alkotásokat nemzetközi zsűri fogja szakmailag értékelni, mondta Bokor Balázs, a fesztivál nemzetközi igazgatója. Volt egy vita, de a végén abban maradtunk, hogy nemzetközi lesz a zsűri, de magyar. Na most ez látszólag ellentmondás, de mégsem az, hiszen külföldön élő dolgozó és Magyarországon élő dolgozó filmes szakemberek lesznek a zsűriben, ketten Amerikából, Los Angelesből, Hollywoodból, hárman pedig Magyarországról. A zsűri elnöke Hargitay László lesz, Balázs Béla díjas filmvágó, említettem, hogy a filmeket általában rendezők, főszereplők, operatőrök határozzák meg név szerint, nem tudjuk ki a vágó, viszont ha a vágó nincs ott, akkor nem készül el a film, mert ő kezéből jön ki a végső produktum. Tagja lesz Bunyik Béla, Los Angeles-i Magyar Filmfesztivál alapító igazgatója, Sinkovics Géza, Los Angelesből operatőr, és Pikali Gerda, magyar ismert színésznő, valamint Buzogány Béla Máté Szarkáról. A filmeket az érdeklődők ingyenesen nézhetik meg. A fesztivált augusztus 12-e és 14-e között rendezik meg Máté Szalkán a Cukor Adolf Filmszínházban. Már elkezdődtek a földmunkák a déli ipari parkban, ősszel pedig gőzerővel megindul az építése is a W. Scope nyíregyházi gyárának. A dél-koreai cég 1200 új munkahelyet hoz létre a megyeszékhelyen. Az üzemben elektromos autókhoz szükséges szeparátorfóliát gyártanak majd 2024-től. Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere 35 perc című műsorunkban azt mondta, bízik benne, a vállalat által nyújtott feltételek visszacsábítják azokat a helyi szakképzett fiatalokat, akik az utóbbi időben külföldön vállaltak munkát. Egy hónappal ezelőtt Budapesten a Külgazdasági és Külügyminisztérium épületében jelentették be, hogy a dél-koreai W. Scope nyíregyházán épít gyárat. A cég csaknem 300 milliárd forintot investál a beruházásba. Kovács Ferenc polgármester 35 perc című műsorunkban elmondta, a gazdasági környezet és a munkaerőpiaci helyzet miatt döntött a szabolcsi megyeszékhely mellett a távol-keleti vállalat, amely több ország, több városát feltérképezte az elmúlt egy évben. És én nagyon örülök, hogy végül Nyíregyházát választották. Ez egy nagyon komoly világcég japán tulajdonú háttérrel, és egy megkerülhetetlen beszállító az elektromos akkumulátorok készítéséhez. Ez minden területen, tehát legnagyobb rész most ugye mindig a személygépkocsikra gondolunk, vagy a járműiparra, de más területen is érvényesül. Az egyik fő partnere, vevője a Samsung lesz, amely ugye Gödön épít egy nagy gyárat. És a megközelítés, a mentalitás, a kulturáltság, tehát több olyan dimenziója volt ennek, amikor azt gondolom, hogy kölcsönösen éreztük, hogy ez egy jó partnerség lehet, és hát végül sikeres is volt a tárgyalás. A dél-koreai cég elektromos autók akkumulátorához gyárt majd szeparátorfóliát üzemében. Megrendelői pedig elsősorban nyugat-európai és skandináv országokból kerülnek ki. A vállalatnak ez lesz az első üzeme a kontinensen, és első beruházónak számít a nemrég több mint 300 hektárral bővített déli ipari parkban. A területen már elkezdődtek a földmunkák, a látványos építkezés ősszel veszi kezdetét, a termelés pedig 2024-ben indul el a tervek szerint. A gyár 1200 új munkahelyet jelent. Már most gyakorlatilag vettek fel szakembereket, most még csak ami az építkezéshez kell, és azt gondolom, hogy ezt akár év végéig vagy jövő év elején már ki fogják terjeszteni. Az első ütem az 500 fővel indul, de ugye itt a világpiac, a piaci helyzet mindig közbeszól, tehát lehet, hogy egy fél év múlva ez nem így lesz, és hát ez már most jelent nem csak Nyíregyházának, hanem az egész megyének, a térségnek lehetőséget, új piacokat, akár az egyéni vállalkozóknak, kis-középvállalkozóknak. Most első körben már jelentett azoknak, akiktől kibéreltek lakásokat, mert egyébként most hétvégén érkezik hozzánk a menedzser csapat Dél-Koreából, és ők most már itt fognak lakni,
és gyakorlatilag itt fognak dolgozni a következő 3-4 évben. Kovács Ferenc hozzátette, a gyár működése jelentős adóbevételt jelenthet a városnak. A polgármester ugyanakkor hangsúlyozta, ennél is fontosabb, hogy a cég modern munkakörnyezetet és versenyképes béreket kínál, ami remélhetőleg visszacsábítja azokat a helyi szakképzett fiatalokat, akik az utóbbi időben a nyugati országrészben vagy külföldön próbáltak szerencsét. A kistérségi légiközlekedés népszerűsítésén és hatékonyabbá tételén dolgozik Magyarország, Románia, Ukrajna és Szlovákia egy közös projektben. Az Európai Unió 1 millió eurós támogatásával a résztvevők határmenti térségei kis repülőgépek bevonásával könnyítenék meg a személy- és áruforgalmat egymás között. A pilóta képzés egyik fontos bázisa, és a sport, valamint hobbi repülésben is kimondottan népszerűnek számít a nyíregyházi repülőtér. Bár itt még csak üzleti célból érkező vendégek landolhatnak, szeretnének komolyabb szerepet szánni a reptérnek. Ebben segít az a 2017-ben indult nemzetközi együttműködés, amely a Kárpátok régiójának 4 országát, Magyarországot, Szlovákiát, Romániát és Ukrajnát vonja be. A felek azok nagyon aktívak ebben a munkában, és úgy gondoljuk, hogy a nehézségek ellenére is meg lehet ezt oldani. Tulajdonképpen a kis határ mellett, tehát mi Szabolcs-Szatmár-Berek megye 3 országgal határos, és ahhoz, hogy az említett infrastruktúrán kívül a kis repülőgép forgalom is, akár a személyszállítás, akár a partnerkapcsolatok, vagy mindkettő, ne adj Isten, idegenforgalom tekintetében is új erőt kapjon. A projekt célja, hogy a magánszemélyek országok közötti utazását és a nemzetközi áruforgalmat is gyorsabbá és hatékonyabbá tegyék. Ennek jelentőségét szemléltette Mihály Petrescu, a Szatmár-Németi Nemzetközi Repülőtér igazgatója. Korábban akár 300-400-szor is járhattam Nyíregyházán, azonban soha nem jutott eszembe az, hogy repülővel jöjjek, és most pedig ma pedig repülővel érkeztem, és ugyanez igaz többi városra, tehát Szatmár-Németibe elrepülhetek Ungvárra, illetve Kassára is. Ukrajna is szeretné fejleszteni a repülési közlekedés feltételeit. Ennek érdekében több alkalommal vettek már részt szakmai látogatáson Nyíregyházán. Ukrajnában a kistérségi repülés kérdésköre még nem olyan fejlett, mint a többi országban, Magyarországon, Szlovákiában, illetve akár Romániában. Hogy mondjam el, hogy a hétvégén Szvidnyikben, Szlovákiában vettünk részt egy rendezvényen, ahol nagyon sok fiatal pilóta bevonásával és nagyon sok szakember, fiatal szakember, sok légi szakember bevonásával volt egy ilyen bemutató, és ez egy igazán jó példa arra, hogy hogy lehetne a kistérségi repülés kultúráját folytatni. Ez egy jó példa az önkormányzatoknak, jó példa a településeknek. A szakemberek a tárgyaláson egyetértettek abban, a hatékony rendszer kiépítéséhez a legsürgetőbb lépés, hogy fejleszik a határmenti repülőterek infrastruktúráját. Új főigazgatója van a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórháznak. Az intézményt július 15-től dr. Szűcs Attila főigazgató helyettes orvosigazgató vezeti. A váltása azért volt szükség, mert a korábbi főigazgató dr. Szondi Zitát országos főigazgató helyettessé nevezték ki. Baby boom van az indiai antilopoknál. A Nyíregyházi Állatpark kistestű lakói a második legnagyobb szárazföldi állattal, az ázsiai elefántokkal élnek társbérletben. A közös lakhely mindkét faj számára előnyös. Éppen homokfürdőt vesz ez az ázsiai elefánt a Nyíregyházi Állatparkban. A hölgyek a szokásos fürdőzésüket követően homokot szórnak a bőrükre. Ezzel nem csak a napsugarak, hanem az élősködők ellen is védekeznek. A 35 hektáros állatpark egyik legkedveltebb kifutója ez. Itt ugyanis csak egy száraz árok választja el a látogatókat az elefántoktól, így testközelből láthatják a 3,5-4 tonnás állatokat. Ráadásul ezen a területen a 3 ázsiai elefánthölgy indiai antilopokkal élt társbérletben. A modern kertetnek az a lényege, hogy minél ingergazdagabbá tegyük állataink életét, és amellett, hogy például az ázsiai elefántokat minden nap wellness fürdővel várjuk, amellett nagyon fontos a szociális kötelék is, illetve hogy úgy, mint a természetben, más állatokkal éljenek együtt. Az indiai antilopok csapata kiválóan alkalmas erre, arra kell figyelnünk az apró termetű antilopok védelme érdekében azonban, hogy mindenképpen elválassza őket azért a hatalmas testű állatoktól egy speciális háló, illetve
illetve mellette van egy elektromos pici kerítés is. Oda csak az indiai antilopok mehetnek be, az ázsiai elefántok csak a nagyobb területeken tartózkodhatnak. Az indiai antilopok pedig egyre sokasodnak. Ő az egyik legkisebb közülük, de ebben az időszakban napi szinten születik egy-egy bébi. Az indiai antilop csapatban most baby boom zajlik, napi szinten a látogatók előtt jönnek napvilágra az apróságok, ilyenkor van az indiai antilop születési dömping. Eddig 7 kicsi született, de még 2 anyától mindenképpen várunk még kis indiai antilop borjút. Magyarországon 4 állatkertben, köztük a Nyíregyházi Állatparkban tartanak ázsiai elefántokat. A második legnagyobb szárazföldi állatok, ebben a rangsorban csak rokonuk, az afrikai elefánt előzi meg őket. Rendkívül szociális állatok, az elefánt csoportok rokontehenekből és azok fiatal utódaiból állnak. A Természetvédelmi Világszövetség jelenleg a veszélyeztetett fajok között tartja számon őket. A Fáraó bútor Eger nyerte a 10. sóstói strandfoci fesztivált, miután a döntőben 5-3-ra legyőzte a nyíregyházi Hetband csapatát. A 3. helyet az Orosi Hajógyár együttese szerezte meg az 5 szezon 1 gól fantázia nevű gárda előtt. A 4 napos tornán 4 női és 32 férfi csapat lépett pályára. Kegyesnek bizonyult az időjárás a jubileumi strandfoci fesztivál résztvevőihez, 4 napon keresztül igazi kánikulában rúghatták a labdát a forró homokon a játékosok. A 4 csapatos női minitornát a Nyírség NSC nyerte, aztán a férfiak vették birtokba a pályát. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 14 települése mellett 4 másik megyéből is érkeztek résztvevők, sőt egy szlovákiai együttes indulása nemzetközivé tette a tornát. A csoportmeccsek után a legjobb 16 csapat már egyenes kieséses formában játszott tovább, és több mérkőzés is csak döntetlen utáni szétlövésben dőlt el. Kitűnő csapatok érkeztek, kitűnő az idő, és fantasztikus mérkőzéseket láthattak, akik kilátogattak. Ahogy korábban is említettem, hát fantasztikus közönség sorakozik itt fel a pályák körül. Néha egy NB3-os meccsnek megfelelő nézőközönség szurkolja végig a meccseket, hát vannak olyan csapatok, akiknek nagy közönségük is van, és hát ezért óriási élvezettel látják. Hál' Istennek semmilyen probléma nem adódott a mérkőzések folyamán, és sérülés sem történt. Ez nekem nagyon fontos. Minden kitűnő volt, gyakorlatilag minden biztosított a Sóstó Gyógyfürdő ZRT vezetése a számunkra. A csapatok meghozták azt, amit elvártunk, hiszen már ezek a csapatok nagyon megtanulták ezeket a szabályokat, és volt 8 olyan csapat, aki még soha nem játszotta ezt a strandfocit, például a szlovákok. Almás Szori FC néven érkeztek ide hozzánk, és már is csekkolták magukat a jövő évi tornára, mint ahogy a többi csapat is. A tornát végül a Fáraó bútor Eger nyerte a nyíregyházi Hetband előtt. A 3. helyet az Orosi Hajógyár csapata szerezte meg. A gólkirály Kovács Róbert lett, a legjobb kapusnak Varga Györgyöt, a legjobb játékosnak pedig Balázsi Pétert választották meg a szakemberek. A kispályások legközelebb már salakos borításon találkoznak a nyíregyházi városi bajnokságban. Már 20 csapat leadta a nevezését, én úgy érzem, hogy jelen pillanatban is egy olyan 115 körüli csapattal fogjuk tudni indítani a bajnokságot, bár most még van 2 hét arra, hétfőtől kezdve, hogy új csapatok is érkezzenek hozzánk, vagy éppen a régi csapatok regisztrálják magukat, 29-ig lehet nevezni, és így szeretném felhívni azoknak a figyelmét, akik szeretnének elindulni az új 2022-2023-as bajnokságunkba, hogy keressenek, a Continental Arénába megtalálnak, és én várom az új jelentkezőket. A nyíregyházi városi kispályás bajnokság augusztus 15-én rajtol a tervek szerint 10 csoporttal. Előtte való szombaton a Víg István emléktornán hangolnak a kezdésre a csapatok. Kedden délután Debrecenből indulva elutazott Kazahsztánba a kisvárdai futballcsapat. A története első nemzetközi kupa meccsére készülő együttes csütörtök délután, magyar idő szerint 16 órakor lép pályára, az FC Kairat Almaty ellen az Európa Konferencia Liga párharc első mérkőzésén. Híradónk végére értünk, úgyhogy nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, röviden.
A közönség sohasem téved, ez volt az egyik jelmondata a magyar származású, világhírű filmproducernek, Cukor Adolfnak. Az emlék előtt tisztelegve szervezik meg az első Cukor Adolf Nemzetközi Filmfesztivált Mátészalkán. A legfontosabb elismerés a közönségdíj lesz, igazodva a névadó jelmondatához. A fesztivált augusztus 12-e és 14-e között rendezik meg a Cukor Adolf Filmszínházban. A kistérségi légiközlekedés népszerűsítésén és hatékonyabb átételén dolgozik Magyarország, Románia, Ukrajna és Szlovákia egy közös projektben. Az Európai Unió 1 millió eurós támogatásával a résztvevők határmenti térségei kis repülőgépek bevonásával könnyítenék meg a személy- és áruforgalmat egymás között. Baby boom van az indiai antilopoknál. A nyíregyházi állatpark kistestű lakói a második legnagyobb szárazföldi állattal, az ázsiai elefántokkal élnek társbérletben. A közös lakhely mindkét faj számára előnyös. Önök július 19-én szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk, addig is látogassanak el weboldalunkra, ha kíváncsiak a most elhangzott tudósításokra és szeretnék újra megnézni. Én már a munkatársam nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden éjszaka derült idő várható, a hőmérséklet 16 és 18 fok között alakul, szerdára eltűnik az enyhülés és újra kánikula valószínű, a hőmérséklet elérheti a 33-35 fokot. A kánikula folytatódik egész héten, szombatra már 37 fok feletti délutáni csúcsokat is mérhetünk.